Természetesen örültünk, hogy megszereztük a vezetést, ugye korán, talán a 4. perc, azt hiszem, ha jól emlékszem. És hát reményeink szerint szerettük volna, hogy így folytatódjon a meccs. És hát talán nem dolgoztunk ki annyi helyzetet, mint amennyire számítottunk. Természetesen a 2-0, vagy esetleg még több, az sokkal megnyugtatóbb lett volna. Így 1-0-ra mentünk a fél időre, és szerettük volna, mivel már emberenyben voltunk, szerettük volna megtartani a labdát, passzjátékkal kihozni, esetleg több helyzetet kialakítani. Hát úgy gondolom, a második fél időben ők beálltak természetesen kontrajátékra, és nem jutottunk el nagyon így helyzetekig, és akkor jött ez a szerencsétlen, vagy nem szerencsétlen szabadrugás, ami megcsúszott, és így bement a kapuba. És utána úgy gondolom, hogy nehezen tudtunk váltani, és talán távoli lövésekből, pontrugásból próbáltunk veszélyeztetni, de nem jutottunk el a gólig, sajnos, és így maradt az X. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nyerhető meccs lett volna, így az összkép alapján. De sajnos mi ezt nem tudtuk megnyerni, és talán Debrecenbe szeretnénk visszahozni ezt. Igazságos ez a döntetlen? Hát sajnos a mi mutatott játékunk alapján sajnos el kell mondjam, hogy igen, mivel nem tudtuk kihasználni. Most az oké, hogy kettős ember előny, már az utolsó 5 percre volt a kettő, de majdnem, hogy nem tudom, mikor állították ki az első játékosukat, talán majdnem 60 percet keresztül végig ember előnyben voltunk, amit sajnos nem tudtunk kihasználni. Tehát állandóan vesztettük el a labdát, vizes, csúszós volt a talaj. Voltak, akik próbáltak egy érintőbe játszani, ami ilyen pályán, ilyen labdával, ugye nedves a talaj, nedves a labda, ilyen nehéz. Tehát ilyenkor kellett volna 2-3 érintőbe passzolni, és ugye nagyon sok volt az eladott labda, ugye ebből jöttek a kontrák, nem tudtunk eljutni kapuig. Igazából talán ha 2 védése volt az ellenfélnek a kapusának. Második fél időben nem jöttek át szinte a tér. Jó, volt 1-2, amikor átjöttek, de inkább azt mondom, hogy szögletből voltak nekik beívelésük, nagyon talán kapura lövésük, nem is volt védeni valója Márkónak. Volt az a szerencsétlen szituáció, ugye a szabadrugás, ilyen talajon benne van, ezt magunknak rontottuk el. Nem sikerült úgy néz ki, hogy kijeverni ezt a norvégiai túrát, amit azt mondom, hogy félre kellett volna már rakni. De sajnos nem volt meg most a kreativitás bennünk, amikor esetleg lett volna lehetőségünk, hogy szélen el tudtunk menni, akkor is inkább visszavettük a labdát, elkezdtünk cserezni, rácsavarodtunk a labdára, és majdnem, hogy a beadási pozícióból visszakerült hátra a középső védőkhöz a labda, úgyhogy hát így nehéz. Szerinted inkább a fejekben vagy a lábakban volt benne ez a norvégiai 120 perc? Hát szerintem ez így minden összejött most. Én úgy gondolom, mert azért érződött egy-két emberen, hogy azért tompában is mozgott, meg biztos, hogy volt olyan, akik fejbe esetleg nem tudták még túltenni magukat rajta. Hát a lábakban biztos benne volt, a fejeket azt így nem tudom megmondani, természetesen mindenkinek saját magába kell ezt lerendezni, és túllépni rajta. Hát mindig készülni kell a következő meccsre, és akkor talán győzelemért mehetünk minden meccsen, de ezt nem mondanám, hogy a fejben benne volt. Hát természetesen, mivel így korán megszereztük a vezetést, így talán erre mondhatom is, hogy itt voltunk ezen a meccsen, és mindenképp szerettük volna megnyerni. De sajnos a másodikban ez nem így alakult.